A Szerencsi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Bekecsi Általános Iskola gimnáziumá bővül 2024. szeptemberétől. A képzés szakgimnáziumi osztály lesz, pedagógiai irányvonallal, összesen 20 fővel szeretnék elindítani a tanévet. Két felsőoktatási intézmény, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem is támogatja az oktatást. A fiatal tehetségek mentorálása a cél, természetesen az iskola fő profilja megmarad. Kiemelt fontosságú az angol nyelv oktatása, már óvodáskorú gyermekek is részt vehetnek ebben. A helyi és környébeli gyermekek egészen az óvodai gondozásba vételtől a középiskolai tanulmányok elvégzéséig járhatnak a Bekecsi Oktatási Intézménybe. Aki távolabbról érkezik, kollégiumi ellátást is igénybe tud venni. Az iskola szerkezeti bővítésére nincs szükség, csak apró modernizálásokra, megvan a kapacitása a tanulók fogadására. Az intézmény egy modern, minden igény kielégítő játszótérrel és egy kézilabdapályával gazdagodott, így az iskolában tanuló gyermekek, valamint a sportolni vágyó fiatalok számára minden adott a kellemes kikapcsolódáshoz. A projekt megvalósítása pályázati forrásból és a Szerencsi Tankerületi Központ támogatásával történt. A külsős látogatók részére a kultúrház mellett lévő játszótér biztosít lehetőséget a szórakozásra. A 2024-2025-ös tanévtől kezdődően 9. évfolyamon szakgimnáziumi osztályt indítunk, ami pedagógiai szakra irányul. Ennek keretében együttműködési szerződést kötöttünk a Miskolci Egyetemmel és a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel. A két egyetem mentorálásával folyik a képzés. Az első sorban, amire fókuszálunk, az a tehetséggondozás. Továbbra is megmaradt főprofilnak az iskolában az informatika és a matematika. Ezt kiegészítjük a tehetséggondozással, illetve szintén kiemelt figyelmet fordítunk az angol nyelv oktatására már első osztálytól kezdődően. Sőt, még mélyebbre nyújtunk, Ovi angol néven már jelenleg is zajlik, hogy heti egy órában az óvodában a kollégánk angol nyelvet tanít játékos formában. A szlogenünk a bölcsödétől az érettségig. Nagyon jó hírű óvoda a Bekecsi Lurkóház óvoda, aminek bölcsödei tagozata is van. Tehát a cél, hogy az onnan érkező gyermekek ide kerüljenek első osztályba, alsó tagozatba, itt kijárják az általános iskolát, majd lehetőségük van 8. után 9. évfolyamban maradni. Természetesen az iskolánk nyitott, világnézetileg semleges, azaz a környező településekről, vagy akár a távolabbi településekről is szívesen fogadjuk a tehetséges, szorgalmas diákokat, ehhez kollégiumi háttere is van a tankerületnek. A Szerencsi Tankerületről beszélek, amely kezdeményezője volt ennek az egész procedúrának. Szerencsére a 2006-os átépítés során előre gondolkodtak az akkori döntéshozók, úgyhogy itt helyben fog megvalósulni az oktatás. Komolyabb beruházásra nincs szükség, csak néhány apró szerkezeti átalakításra, amire megvan a kapacitás. Nagy problémánk volt az elmúlt időszakban, hogy a szabadidős tevékenységet az épület falain belül kellett megoldani, kevés volt a lehetőség a gyermekeknek, hogy a szabadban a jó levegőn tartózkodjanak. Ez a probléma most megoldódott. Egy kézilabdapálya, ami floorballra, labdarúgásra is alkalmas, került átadásra, illetve egy játszótérre, balesetbiztos, minősített játékokkal beépítve. Ezt a játszóteret a Szerencsi Tankerület finanszírozásával, illetve pályázati pénzből sikerült megvalósítani. Kifejezetten jó évet zártunk, hála Istennek úgy tűnik már túl vagyunk a Covidon, ami tulajdonképpen nem túlzás azt mondani, hogy megnyomorította a gyermekeknek a tanulási lehetőségét, egy óriási kihívás volt gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt. Ez az év már teljes év volt, gond nélkül végig tudtuk tanítani. Ennek az eredményeként lényegesen javult az iskola eredményessége. Az iskolátlag 4,3 tized volt, ami azt mondható, hogy ragyogó. Bukott tanulónk nincs, ami szintén egy csodálatos eredmény, és összesen 63 jeles és kitűnünk van. Szintén nagy eredmény, hogy 3 komplex nyelvvizsga született angol nyelvből, ebből is úgy tudjuk vagyunk, korábban ez nem volt jellemző a Bekecsi iskolára, de az angol nyelv oktatását kiemelten már ebben a tanévben elkezdtük, mint egy előkészítendő a jövőt. Az oktatási intézmény eredményes tanévet zárt,
A jövő szeptemberi tanévet pedig örömmel és izgatottan várják a pedagógusok, hiszen a profilbővítés mindig új kihívásokat, feladatokat állít az oktató, nevelő munkát végzők elé is. Azonban a pozitív eredményeket hallva, bizonyos, hogy a továbbiakban is sikeres, boldog fiatalok kerülnek ki a Bekecsi iskola falai közül.